Szevasztok! Újra itt vagyunk. Most nem én fogok jelentkezni, se edzéssel, se versennyel. Nekem a kamionhúzó versenyem átszervezésre került egy másik helyszínre, így nekem sajnos nem volt alkalmas, úgyhogy nem mentem erre. Nem baj, végül is lesz még több forduló, meg ugye a döntőben vagyok a tavalyi eredmény alapján. Úgyhogy most közkívánatra Lovász Imi fog újra jelentkezni. Elég rég láthattátok a csatornán, ő fog egy kicsit beszélni róla, hogy mi újság vele, mire készül, és hogy miért hagyott itt minket a miért lett erőemelő. Nézzétek! Sziasztok! A mai részben az én edzéseimben nézhettek bele ismét. Biztos feltűnt nektek, hogy nem vagyok ott Gergővel a versenyeken. Ez azért van, mert úgy döntöttem idén, hogy nem indulok Strongmanben, csak erőemelésre készülök. Abból is főleg egy versenyre, majd az ősszel. És most ennek megfelelően az edzéseim is változtak. Csak speciálisan most az erőemelésre készülök. Nincsenek Strongman eszközök, nincsenek felesleges gyakorlatok. Csak az erőemelés és egy pár kiegészítő. Az edzés beosztásom úgy néz ki, hogy minden másnap edzek. Minden edzésnapon van vagy guggolás, vagy felhúzás, illetve emellett fekvenyomás, illetve fekvenyomásnak valamilyen variációja, és még ezek mellett egy-két kiegészítő. A mai edzésen, vagy hát a mostani edzésen, amit láttok, felhúzással kezdtem. Itt 3x3 volt a terv, 302,5 kg-ba, majd második szériában 305-be, és harmadik szériában 307,5 kg-ba. Guggolásnál és felhúzásnál úgy szoktam csinálni, hogy minden szériánál megemelem a súlyt 2,5 kg-val, ami ugyan nem sok és nem számít, viszont arra jó legalábbis nekem, hogy így minden szériára külön rákészülök, illetve rákoncentrálok. Nincs az, hogy ha teljesítettem az első szériát, akkor úgy vagyok vele, hogy akkor már a második és a harmadik is biztos könnyen fog menni. A videón most a 305-ös szériát látjátok. Fekvenyomásnál nem szoktam alkalmazni ezt a módszert, ugyanis ott már a 2,5 kilós ugrások szerintem nagynak számítanak, ezért ott mind a három szériát egyforma súlyban nyomom. Felhúzás után fekvenyomás variáció szokott jönni. Általában szűken nyomok, illetve a mai edzésen kipróbáltam a szűken nyomás deszkáról, ugyanis a sima szűk nyomást annyira nem szerette a vállam, és így azt vettem észre, hogy hogyha nem engedem le teljesen, pont azt az alsó szakaszt megspórolom, ahol a vállam általában fáj, illetve így egy kicsit nagyobb súlyra is tudok menni, így nagyobb súlyra tudom terhelni a részvevő izmokat. Itt az utolsó szériát 140 kilóba nyomtam, illetve három szériát, 3x5 ismétlést. A mai nap egyik kiegészítő gyakorlata egy hát gyakorlat volt, a húzózkodás. Ezt is 5 szériában nyomtam, különböző fogásszélességekkel. Itt most a videón egy fordított szűk fogást láthattok. Itt is olyan 8-10 ismétléseket csináltam. A
záró gyakorlat, illetve a záró gyakorlatok biceps, illetve has volt. A hasat elfelejtettem felvenni, viszont a bicepset láthatjátok, hogy francia rúgda végezte mába. Itt hát már nem is tudom, hiszem 5-6 ismétléseket csináltam. Minden szériában 10 kilóval emeltem a súlyt. Talán a legutolsó szériában 50 kilóval húztam. Fejebb is tudtam volna menni, nem volt gond az erővel, viszont a bal vállam beszúrt, és így nem akartam erőltetni tovább. Ez már a következő nap, illetve a következő edzésnap, tehát 2 nappal később. Itt fekvenyomással kezdtem, sima fekvenyomással. Erre a napra a terv szintén 3x3 volt. A fő gyakorlatoknál a szériáim általában úgy néznek ki, hogy vagy 3x5, 3x3 vagy 3x1. Ezeket váltogatom edzésre, illetve mindig próbálom növelni a súlyt is. Tehát a mostani 3x3-hoz képest legközelebb, amikor megint ez a napom lesz, akkor remélhetőleg már 5-7,5 kilóval nagyobb súlyjal fogom majd nyomni. Tudni kell rólam, hogy a fekvenyomás az abszolút nem tartozik az erősségeim közé. A góláshoz, illetve a felhúzáshoz képest szerintem egy legalább 30-40 kilóval el vagyok maradva attól, ahol tartanom kéne. Viszont eldöntöttem idén, hogy bármennyire is szarul megy, felvállalom versenyen is, és megpróbálok összehozni egy jó összetett eredményt. És nem csak a felhúzást, illetve a guggolást fogom erőltetni, hanem a fekvenyomásomból is megpróbálom kihozni a maxot. Fekvenyomás után az egyik kedvencem következett, illetve mondhatom azt is, hogy a kedvencem, ugyanis a guggolás megy szerintem mostanában a legjobban. Azt érzem a legösszeszedettebbnek, és abba fejlődtem szerintem a legtöbbet. A mai napon guggolásban is 3x3 volt a terv. Általában úgy szoktam csinálni, hogy 200 kg környékig övés térgumi nélkül megyek fel, illetve általában cipő nélkül. Most itt 2-10-nél vettem fel először térgumit, de nem hajtottam fel, csak félig a térdemen volt. Ez a munkasorozat, vagy hát illetve még az utolsó bemelegítő széria az 2-240 volt, ha jól számolom. Itt már felvettem mindent, ami van öv, cipő, gumi. Ebből guggoltam még egy ismétlést, és a következő 3 széria volt a munkasorozat. Itt is ugyanúgy, mint felhúzásnál szériáról szériára 2,5 kilóval növeltem a súlyt. Most a második szériát láthatjátok 2,70-be.
mai nap kiegészítő gyakorlata a fejfölé nyomás volt. Itt 90 kilóban nyomtam a munkasorozatot, 4 ismétlést, illetve a végén visszavettem 70 kilóra is, abba is nyomtam 10 ismétlést. Az utolsó gyakorlat egy triceps hátsóval szuperszet volt. Kötéllel húztam mind a kettőt. Nem számoltam olyan 10 ismétlés körül, vagy lehet, hogy többet. 5 szériában. Illetve a mai edzésen is volt egy kis has kiegészítés, amit persze megint elfelejtettem felvenni, de higgyétek el, hogy volt. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videómat is, remélem, hogy tanultatok belőle valami okosat. Sziasztok!